Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket a Városi Könyvtárban, és ismét egy érdekfeszítő utazás előtt állunk. India. Gondolom mindenkit foglalkoztat ez a távoli és varázslatos világ, és vannak elképzeléseink erről az Indiáról. Hát most meglátjuk, hogy vajon Zoltán elképzelései és Zoltánnak előadása után milyen lesz India. Szeretettel köszöntjük őt is, Kolasz Zoltán doktor urat, és szeretettel megkérjük, hogy beszéljen nekünk a csodás mesés világról, ezek a templom csodákról, csodás templomokról, dzsungel templomokról. Ez is olyan köszönjük. Kíváncsian válik, szeretettel köszöntjük. Hát köszönöm szépen. El is kezdeném akkor. Hát tulajdonképpen az előadás címe az fedi a lényeget. Szóval India az az egyik országa a világnak, ahol a legtöbb templom található. De most itt alapjában véve 7-8 vallás van, amelyiknek számottevő, hogy mondjam, közönsége vagy hívőtábora van, és mindegyik arra törekedett, hogy maradandó templomokat állítson magának. Na most hát ennek következtében India ebből a szempontból az egy valóságos isteni csoda. Úgyhogy remélem sikerül egy keresztmetszetet adni belőle. Körülbelül olyan, ahogy satszoltam, 19-20 ezer templomról van szó. Na most hát abból összeszedni azt a 70-80-at, amit én bemutatok, azt azért meglehetősen önkényesen sikerült csak kiválasztani. Nézzük meg először, hogy Indián kívül mi a helyzet. A világban még elég sok ország van, ahol templomvárosok vannak. Ugye ebből az egyik Közép-Amerika, az asztékok, maják és azoknak az előd népei építettek templomvárosokat, olmékok, toltékok, mistékek, tlaskalékok és még egy csomó ottani népség. Dél-Amerikában ugye a Kolumbusz előtti népek, az inkákkal bezárólag, és azoknak az elődei, a mocsikák, huarik, csimúk és társaik, naszkák és még néhány nép. Kambodzsa, Vietnám és Laosz, erről lesz szó egyébként november 7-én a következő előadásomban, ott még ráadásul saját képekkel illusztrálva, hasonló témában, ott a Khmer nép és a Cham nép alkotott nagyokat ezen a téren. Ugye hát a leghíresebb ezek közül Angkor, Angkor Wat mindenki ismeri, Taprom, Bajon, ez van még Kambodzsában, a Mison az Vietnámban van, ez a Cham népnek egy nagy templomvárosa, tehát ott is vannak érdekességek. Na most külön világ ebből a szempontból Burma és Tajföld, ott 2-3 olyan város van, amelyiknek egyenként több száz temploma van. Ayutthaya például, meg Bagan. Ezek olyan városok, amik ebből a szempontból világhírűnek tekintendők. És hát Indonézia, ott is buddhista és hindu vallású templomok vannak. Borobudur a leghíresebb, az a világ legnagyobb temploma, még nagyobb, mint Angkor Wat. És hát van Prambanan, az pedig a hindu vallásnak a reprezentatív temploma, de hát ott is van több száz. Na nézzük meg Indiát. Ugye egy pár szót azért az országról is szólnék. Ők úgy hívják magukat, hogy Bharat Ganrajya. Tehát indiai köztársaságot jelent. Ők a 7. legnagyobb ország a világon, több mint 3 millió négyzetkilométeres területtel, és a 2. legnagyobb népességgel, 1,2 milliárd ember. Szóval számunkra egy kicsit elképzelhetetlenül sokan vannak. És hát a népszűrűség ennek következtében eléggé nagy, 375 fő. Ugye ez a magyarországi 108-al szembeállítva az azért több mint 3,5-szeres. Tehát eléggé zsúfolt ország a nagysága ellenére. Hát a GDP-t szokták említeni még, mint jellemző adatot egy országra. Hát ez 3850 USA dollár per fő per év. Na most ez úgy értendő, hogy vásárlóerőparitáson, tehát a kedvezőbb mutató, mert különben olyan 1800 dollár között van körül van a tényleges USD-jük, tényleges GDP-jük. Ezzel együtt a világ 9.-10. legnagyobb gazdasága, ha a termelt volument tekintjük,
Tehát ilyen szempontból óriási jelentősége van a világgazdaság szempontjából is. Hát a főváros, azt tudjuk, ugye New Delhi, vagy Új Delhi, és a pénznemük az indiai rúpia, ami hát 64 rúpia egy USA dollár, hát ebből nagyjából lehet sejteni, hogy körülbelül milyen értékű pénz. A lakosságnak egy igen jelentős hányada, nagyon jelentős hányada, napi 2 dollárnál kisebb jövedelemmel rendelkezik, különösen Dél-Indiában. Ami hát ugye nem kell különösebben részletezni, az tömény szegénységet jelent. Térkép. Hát itt, hogy tulajdonképpen milyen részei vannak ennek a területnek, azt akarom itt földrajzilag bemutatni. Ugye hát a Himalája hegység húzódik az északi részen, annak a déli része átnyúlik Indiába eléggé rendesen. Attól délre van a hindusztáni alföld, vagy indo-gangeszi síkságnak is hívják. Kisebb hegységek, azokat nem érdemes külön felsorolni, itt-ottam-ott. Dekkán fennsík, ez tulajdonképpen a déli része a kontinensnek, ez a része itt, ez egy ősi kőzetekből álló úgynevezett masszívum. 2-3 milliárd éves kőzetek is akadnak arra fele, tehát a legkeményebb gránitok, amik léteznek. Azon kívül ugye van a keleti és nyugati Ghatok, ez két hegység, ami a Dekkán fennsíkot nyugatról és keletről határolja. Változatosság kedvéért van egy sivatagjuk is, a Társ-sivatag, ami hát vitás volt, hogy hol húzódjon, amikor ketté váltak Pakisztán és India határa annak idején. Aztán hát pehükre az indiaiak kapták meg teljes egészében a Társ-sivatagot. És hát a két szigetvilág, Andamán és Nikobár szigetek itt lent, ami hát elvileg közelebb van Burmához, de hát az Indiához tartozó rész végül is. Délre itt van Ceylon szigete, ugye Sri Lanka néven futó ország, ami hát valamikor ugye a brit birodalomnak a része volt, ugyanúgy, mint India, ma már teljesen önálló ország. India zászlaja és India címere. Az a sok küllős kerék motívum, ami ott alul található, az a buddhizmusnak az egyik jelképe, az úgynevezett Dharma Chakra, mégpedig ennek az Ashoka Dharma Chakra nevű változata, mert az eredeti az csak 8 küldős. Na, hogy ez mit jelent meg, hogyan működik, erre majd visszatérek. Különlegesen érdekes a címerük, az minden országétól eltér. Szóval semmiféle címerpajzs, semmiféle alakzatba foglalás tulajdonképpen nincs. És hát alul ugye az indiai írásmóddal fölírva a Bharat Gandhajiya nevű országnév. Történelem. Itt most ne ijedjen meg senki ettől a táblázattól, nem megyek bele a részletekbe. Tulajdonképpen ezt csak azért említem egyáltalán az egészet, mert Indiának a történelme az két nagyon világosan elkülönülő részre bomlik, és erről nem szoktak megemlékezni. Kezdetben valának ezek az úgynevezett indusvölgyi civilizációk. Ezek körülbelül a időszámítás előtti 4000-től körülbelül 1780-ig. Ez egy egészen más népség volt, mint az indiaiak. Szóval gyakorlatilag semmi közük hozzá. Sokkal közelebbi rokonságban álltak az afgánokkal és a perzsákkal, mint a mai indiai népekkel. És hatalmas civilizációt építettek ki. Itt például olyan régészeti emlékek vannak, hogy az embernek leesik az álla, hogy ezt 6000 évvel ezelőtt meg tudták csinálni. Ismerték a kereket például, ami hát abban az időben elég szokatlan volt. Na aztán jött az úgynevezett indoárja hódítás, amikor észak felől jöttek a mai indiaiak ősei, és ott találták a dravida és tamil ősnépeket, és ezekkel keveredve alakult ki ma tulajdonképpen Indiának a lakossága. Ezért lettek barnább bőrűek, az a dravidák hatása, északról tulajdonképpen ilyen félig meddig fehér emberek jöttek be, ha szabad így mondani, ezek voltak az indoárják. És hát tulajdonképpen a
számokból és sok főnévből még mai napig is kiderül, hogy tulajdonképpen az indo-európai nyelveknek az egyik gyökere az, amit az indiaiak csináltak, vagy használtak. Na most további szakaszokat, itt nem megyek részletekbe, ugye itt 7, meg 11, az 18, meg 5, az 23 különböző birodalom és dinasztia volt a további történetben, mióta megalapították Indiát. Hát ezek közül itt tulajdonképpen igazán megemlíteni az elsőt érdemes, ez a Maurya dinasztia. Ők az indiai ősök, ennek az egyik alapvetően fontos császára volt ez az Ashoka nevű ember, aki tulajdonképpen Indiából önálló világot csinált. És akkor még érdemes megemlíteni, hogy jóval később a muszlimok által birtokolt indiai részt, ezek az a birodalom, amelyik például a Taj Mahalt is létrehozta, de majd erre visszatérünk egy kicsit később. Ja most, India úgynevezett szövetségi állam. Ugyanúgy, mint az Egyesült Államok, önálló, többé-kevésbé önálló államoknak a szövetsége. Hát ezt a térkép mutatja be itt, de elsősorban abból a szempontból, hogy itt a különböző vallásoknak a templomai, mert most már lassan kezdünk a témánkra rátérni, hol helyezkednek el. Ugye elsősorban a hindu vallás templomait érdemes említeni, ugye hát az a többség, az majdnem 1 milliárd ember. Ezeknek a templomai általában délen vannak, különösen az úgynevezett Tamil Nadu nevű tartományban, ami itt egészen délen van. Ennek a nyelve is az ősi tamil nyelvet használják, itt körülbelül nálunk kevésbé ismert dolog az, hogy 50-60 millió ember beszél tamil nyelven. Ugye, nem kevés. És hát még ezek közé, a déli tartományok közé tartozik Karnataka, meg Orissa, meg Andhra Pradesh, és a Maharashtra államok, tehát gyakorlatilag ezek azok, ahol a hindu templomok vannak. Elsősorban, na most a többi vallás, ami fontos Indiában, keresztény, a jaina, buddhista, szik és a muszlim vallások, ezek sokkal szétszórtabban helyezkednek el, mivel ezeknek a hívői Indiát egész-egészében belakják. Azt hozzá kell tenni, hogy a létszámuk az sokkal kisebb, mint a hinduké. De majd részletesebben is beszélek erről. És van két kisebb vallás, az egyik a bahái vallás, ami mostanában nagyon erősen kezd föltörni, majd elmondom tán azt is, hogy miért. És a másik az pedig a zoroasztriánusoknak a viszonylag kicsiny létszámú néhány tízezer fős serege Indiában, ami hát ugye létszám szerint elveszni látszik abban az óriási tömegben, viszont nagyon fölül reprezentáltak, tehát eléggé döntő szerepet játszanak a kultúrában és a gazdaságban. Ez egy ősi perzsa eredetű vallás, amelynek a profétája volt a híres Zoroaster, vagy Zarathustra néven is ismert. Ugye még Nietzsche, a nagy német filozófus is írt egy ilyen könyvet, hogy imigyen szól a Zarathustra. Na, tehát körülbelül ez van, a zoroasztriánusokról még annyit szeretnék megemlíteni, hogy a legnagyobb hindu, indiai koncernek gazdasági vállalkozások vezérkara szinte csupa zoroasztriánusból áll. Például a legismertebb indiai koncern a Tata, egy óriás vállalat, annak a teljes vezérkara zoroasztriánus például. Na nézzük először a szikkeket. A szikkek tulajdonképpen az előző előadásomra is utalnék vissza. Amrita Sergilnek az édesapja volt például a kokáért szikk. A szikkek nagyrészt fölismerhetők arról, hogy a nevükben szinte kivétel nélkül szerepel az a név, hogy Singh első, vagy második, vagy harmadik névként. És rájuk is jellemző az, hogy a politikai világban és a kultúrában kicsit fölül vannak reprezentálva. Tehát nagyobb szerepet játszanak, mint az egyébként nem túl számottevő 22 milliós létszámuk Indiában. Egyébként az egész világon körülbelül 30 milliónyian vannak.
Amikor India és Pakisztán külön vált, akkor került Pakisztánba a 22 millió fölüli rész, de hát végső soron ezek egy kicsit összetartanak, tehát nem annyira hagyták magukat elválasztani. Ez a vallás szimbóluma itt, amit bemutatok, ez egy kétélű kard, ugye középen, két oldalt két egyélű kard, és egy üstnek az ábrája fölül nézetben. Ez lett az ő szimbólumuk, ami jellemzi a harciasságukat is, mert egy rendkívül harcias nép volt mellesleg. Manapság nincs ki ellen harcolni, úgyhogy békésebbek lettek. Jellemzőjük az, hogy nem ismerik el azt a kasztrendszert, ami Indiának még mai napig is többé-kevésbé egy kicsit a rákfenéje. A férfiak haja és szakálla az örök, azt ugye nem vágjuk le, tehát egy idősebb férfinek, hogyha lebontja a szakállát, az akár bokáig is érhet. Mit kell még róluk elmondani? Jellemzőjük az, hogy jótékonyak. Például a szik templomok szinte kivétel nélkül mindegyik ételt oszt a szegény embereknek. Hát körülbelül ennyit szerettem volna elmondani róluk úgy külön. Na most templomaik meglehetősen, hogy is mondjam, csak luxus kivitelűek, hogy modern szót használjak. Ugye ez itten az amritszári aranytemplom. Rossz nyelvek szerint Amrita Sergil erről a városról kapta a nevét. Ami nem véletlen, hogy aranytemplomnak hívják, a Harmandir Sahib nevű templomot egyébként, az azért van, mert a bevonata a templomnak valódi arany. Tehát nem kevés aranyat használtak itt föl. Na most ez a templom jótékonyságáról híres. Napi 80 ezer adag ételt osztanak a szegényeknek, ez hétvégeken 150 ezer adagot jelent. Tehát a környék szegényei oda csődülnek gyakorlatilag ebédelni. Természetesen ezek ilyen zöldségekre és egyebekre korlátozódó, tehát húst nem tartalmazó étkek. Egy másik szink templom, ez a Tarn-Taran Sahib templom, ez is Amritsar közelében van, szintén Punjab államban, amelynek a felét elkapcsolták ugye Pakisztánba. Tehát ez a tartomány vagy állam, ez ketté van osztva manapság. Gurudvarának hívják a templomaikat. Ugye a vallási vezető az az úgynevezett guru, és a gurudvara az azt jelenti, hogy út a guruhoz. Tehát minden egyes templom az tulajdonképpen út a guruhoz. És hogy mi ez a guru, vagy ki ez a guru, ez volt a szik vallásnak az alapítója. Ugye ez a Guru Nanak nevű ember, és két szentjük is van, ugyanaz itten szakállasan, fehér szakállal vannak ábrázolva, és az első 8 guru. A mai nap a 11. guru uralkodik, vagy vezeti a vallást, akit úgy hívnak, hogy az élő guru. Úgyhogy Granth Sahibnak hívják egyébként, és hát ő tulajdonképpen a legfontosabb embere ennek az egész vallásnak. Ez körülbelül olyasmi, mint a katolikusoknál a pápa, a jelentősége. Na, a következő az a Jainizmus nevű vallás. Ezek a Jainák, vagy Jain nevű hit. A legfontosabb hittételeit és a jelképeit mutatom be itt a baloldali ábrán. Ugye hát innen ered a horog kereszt, a szvasztika. Ezt használta föl Hitler, egy időben megpróbálta megfordítani, úgyhogy a felső viszintes vonal az bal felé nézzen, de aztán össze-vissza keverték a nácik, úgyhogy belenyugodtak ebbe a változatba. Na most a jelek a következőket mutatják. Ugye ez a sárga kör alatta egy ilyen bumeráng formával, az azt jelenti, hogy szabadítsd fel a lelkedet. A 3 zöld pont az pedig a helyes hit, a helyes tudás és a helyes viselkedésnek a szimbóluma, az zöld pöttyök. És hát a 4 ága a horogkeresztnek,
az a léleknek a négy lehetséges állapotát mutatja be. Mennyei, emberi, állati és pokoli. Tehát négyféle állapotban létezhet az emberi lélek. Na most ez az a vallás, amelyik a világon a leginkább erőszak ellenes. Ez az elv, az erőszak ellenesség elve, ez az úgynevezett ahinsa, az a vallásnak a leglényegesebb tulajdonsága. És tulajdonképpen a gondolkodás, a viselkedés és a tettek erőszakmentességét jelképezi. És ez az igazi vallás, egyébként ez van oda körbe írva a jobb oldali ábrán. Na most a jainizmus arról nevezetes, hogy a létszámuk ugyan nem túlzottan nagy, mert 4,5 millió hívőjük van összesen. Ez a 4,5 millió hívő azonban olyan csodálatos templomokat alkotott, hogy Indiának tulajdonképpen a legfontosabb nevezetességei közé tartoznak a jaina templomok. Ja, itt először ez a Gomateshvara nevű egyik profétájuk, ez a nagyméretű szobor. 18 méter magas lévén ez a világ legnagyobb egytömbből faragott emberi emlékműve, vagy embert ábrázoló szobra. És balra pedig Rishabhának van a ülőszobra, ő az első jaina Tirthankara. Tirthankara az tulajdonképpen a szent ember. Ebből 24 volt, szigorúan 24, és nem több. Úgyhogy ezeket viszont nagyon tisztelik. Ez pedig a legnagyobb szent helyük, ez a jainaknak a Sri Sammat Sikhaji nevű templom komplexuma, ami egy hegyen van, és 20 templomot tartalmaz. Mert 20 darab Tirthankara itt ment át a megvilágosodásba. És mindegyik kapott ezen a templom, ezen a hegyen egy-egy templomot. És ez egy nagyon fontos darándok helyé vált. Ez a Delhi-ben lévő Jaina főtemplom tulajdonképpen. Ők ezt tekintik a legfontosabbnak, nem a legszebb. Majd jönnek a legszebbek. Ezt úgy hívják, hogy Lal Mandir. Ja, itt van a Sonagiri nevű templomhegy. Itt tulajdonképpen több mint 100 templom van egy helyen összpontosítva, Madhya Pradesh államban, és tulajdonképpen ez az egyik zarándok helyük, de majd mutatok még egyet, ami még fontosabb, még szebb és még nagyobb, de először ez egy jaina templom, Khajuraho-ban. Na most Khajuraho, akinek mond valamit a név, ez az a hely, ahol egyébként az összes lehetséges pornográf ábra és tett és lehetőség ki van faragva. Némelyik templomon. Na most ez nem a jaina templomokra jellemző, hanem az ottani hindu templomokra. Úgyhogy ez a ilyen szelidebb faragványok. Egy templom belső, ez a leghíresebb templomok egyike, ez a Mount Abu nevű hegyen van, a Dilvara templomnak ő a belseje. Csodálatos faragásokkal van megáldva. És most jön a nagy zarándok hely, 900 templom egyetlen egy hegyen. És a 900 templom, ez 900 éven keresztül épült, és a legfelső templomot már csak 3600 lépcsőnek a megmászása után lehet elérni. Tehát itt, aki zarándoklatra szánja el magát, az hát elég komoly teljesítményt vállal. Még egy jaina templom, Ranakpurban. Ez arról nevezetes, hogy 1444 oszlopa van. Ez az 1444 oszlop mindegyike külön-külön faragású, tehát eltérő faragványokkal vannak díszítve. Hatalmas turista látványosságnak számít. És még egy dolog, a jaina szobrászat nagyon nevezetes. Ugye hát láttuk az előbb annak a szentnek a szobrát, amelyik 18 méter magas. Itt pedig több ilyen 10 méternél is magasabb szobor van. Ez a Gwalior nevű indiai városban van egy erőd, egy óriási erőd, India legnagyobb erődje. De úgy értjük, hogy több hektáros, tehát hatalmas erőd.
És ennek van egy nagy szentélye, és ennek a szentélynek a szobrait mutatja be ez a kép. Iszlám. Ugye az iszlámról viszonylag kevesebbet fogok beszélni, mert aránylag ismert vallás. India lakosságának 12-15%-át jelképe, vagy teszik ki. Hát ez legalább 150 millió ember. Na most eléggé rendszeresek a hinduk és az iszlám vallásúak közötti összecsapások. Sajnos Indiának ez még a mai napig is az egyik rákfenéje. Ennek a legélesebb szakasza az 1947-ben volt, amikor a britek kivonultak Indiából, és ketté választották az országot, pontosabban hárommá, Nyugat-Pakisztán, India és Kelet-Pakisztán. Na most a Kelet-Pakisztán lakossága, amit ma úgy hívnak, hogy Banglades, az közelítően 100%-ig muszlim, és hasonló a helyzet Pakisztánnal is, ami ugye nyugaton van. Na most ez a két ország is háborúzott egymás ellen, India feje fölött és Indián keresztül, és a kettéválásnál Pakisztán és India között például olyan dolgok történtek, hogy több ezer kilométer hosszú kettős szöges drót, amelyeknek a egymástól való távolsága 200-300 méter volt, hogy még átlőni is nehéz legyen, és azok a szerencsétlenek, akiknek a földecskéje a két drót közé esett, hát azok egyszerűen elvesztették a földjüket. Hát így néz ki a Delhi-ben lévő Jama Masjid nevű legnagyobb templomuk, vagy mecsetjük, hogy pontos legyek. Ugye hát itten tudnak 20 ezer főnél nagyobb összejöveteleket is tartani. Ugye hát ezek a pénteki imák azok a mohamedánoknak a legszentebb összejövetelei. És hát itt hatalmas mennyiségű ember fér el, különösen, hogyha a külső szabad területet is figyelembe vesszük. Na itt egy nagyon érdekes épület, ez a Bahauddin Makbara névre hallgató. Tulajdonképpen nem templom, hanem ez egy nagy vezírnek, tehát egy hadvezérnek volt a mauzóleuma, Gujarat államban van. Jellegzetessége az, hogy a minareteknek kívül van a lépcsője. Na most ilyen nem nagyon van a világon. Úgyhogy ez az épület erről nevezetes. És nagyon szép, szóval azért. Ez pedig a Gol Gumbaz nevű mecset, ami arról nevezetes, hogy a korai történelemnek a második legnagyobb kupolája az itt van, ennek a kupolája. Az első az ugye a Hagia Szófia, vagy Hagia Szófia Isztambulban, ami hát kezdetben keresztény templomnak épült, aztán ugye mecset lett belőle. Na most az az érdekes, hogy ezek a történelem előtti, vagy bocsánat, nem jó, premodern világ rekordjai, ugye, mert a modern világ rekordjai közül ugye a legnagyobb kupola az a Szent Péter templom, Rómában, és a második legnagyobb az pedig egy Mosta nevű városban van, Máltán, bármennyire is furcsán hangzik. Na most még egy dolgot, templomot, vagy mecsetet szeretnék bemutatni a muszlimokról, muszlimok részéről. Ez a Cheraman Juma Masjid nevű templomuk, ami gyakorlatilag az arab világon kívüli legrégebbi mecset. Na most, ha megnézzük az évszámot, 629-ben épült föl. Ehhez most annyit nem árt megjegyezni, hogy 622-ben alapították meg tulajdonképpen a muszlim vallást. Mert hogy ugye arról szól az egész, hogy Mohamednek a revelációi, magyarul a tudomány, amit ő kapott, ezt Gábriel arkangyal adta, ugye ez is egy érdekes dolog, közös a kereszténységgel, hogy Mohamednek ő adta elő azokat az elveket, amik a muszlim vallásnak a feltételeit tartalmazzák mai napig is, és hát tulajdonképpen Gábriel tolba mondta neki a Koránt. És ezt 22 éven keresztül csinálta Gábriel arkangyal, 610-től 632-ig, de Mohamednek kezdetben egy meglehetősen nagy ellentábora volt,
És akkor neki menekülnie kellett Mekkából Medinába, a Medina nevű városba. Ez volt az úgynevezett hijra, amikor Mohamednek menekülnie kellett 622-ben, és ezt tekintik a muszlim vallás megalapítása évének. Na most ez az időpont, ez rettenetesen közel van hozzá. Ugye 622-től 629-ig már Indiába eljutott ez a vallás. Tehát az agresszív terjeszkedés, amit a muszlimok különösen kezdetben előadtak, a 600-as, 700-as, 800-as években óriási háborúkkal fűszerezve, hát annak az egyik jellemző hajtása ez a templom is. És hát a muszlim építészetnek a legszebbje, ugye ez a Taj Mahal. Nem kifejezetten templom, ez is egy mauzóleum. Egy Mumtaz Mahal nevű hercegnőnek, vagy királynénak inkább a mauzóleuma, aki a Shah Jahan nevű nagymogulnak volt a kedvenc felesége. Aki egy csircsapkicsapongó fráter volt mellesleg, de ezt az asszonyt, ezt nagyon szerette, és amikor a 13. gyermeke születésébe belehalt az asszony, akkor megfogadta a Shah Jahan nagymogul, hogy épít neki egy világra szóló mauzóleumot. Hát ez lett a Taj Mahal. Mai napig is azt mondják, hogy a világ egyik legszebb épülete. Egyébként ezt egyetértek. Buddhizmus. Na most itt az az érdekes, hogy a buddhizmust általában Indiához kötik. Ami ma már egy óriási tévedés, mert az 1,2 milliárd lakosból összesen 9 millió buddhista van Indiában. Valamikor ez a vallás körülbelül egy olyan 1500 és 1000 évvel ezelőttig uralkodó volt Indiában, de aztán hanyatlani kezdett, ahogy a hindu vallás kezdett teret hódítani, és ma már nagyon kevesen vannak. Na most a buddhizmusnak az alap története az ott kezdődik, ugye, hogy egy Siddhartha Gautama nevű herceg, aki egy India egyik vezető maharádzsájának volt a fia, és hát meglehetősen kicsapongó csircsap életet élt, óriási gazdagság közepette, egyszer csak magába szállt, és azt mondta, hogy ő most meg akar világosodni. És sikerült is neki jó néhány éves aszkétikus vándorlás után eljutni az úgynevezett nirvánáig, ez az a megvilágosodottsági állapot, ami tulajdonképpen kizárja a további reinkarnációkat, tehát a további újjászületéseket. Na most amitől tulajdonképpen mindenki retteg, aki hisz benne. Ugyanis az egész élete cselekményeinek és viselkedésének a következménye az, hogy féregként, patkányként vagy királyként születik újra. Tehát ez általában az embereknek nem mindegy, és ezért volt a buddhistáknak ez egy óriási pont, hogyha valaki eljut a nirvánáig. Na most hát ez a buddhistáknak a Mahayana nevű irányzata értelmében ez sokaknak sikerült, és sikerülhet a jövőben is, de a páli hagyomány, tehát az alapvető buddhista meggyőződés, az azt mondja, hogy van a Buddha, és nincs több. Tehát a mai napig nincs több, legfeljebb úgynevezett bodhiszatvák vannak, akik már majdnem buddhák, de szándékosan megálltak a megvilágosodás végső foka előtt, mert az életüket ők arra tették föl, hogy az emberiséget tanítják. És minél több buddhát neveljenek az emberekből, ezért a bodhiszatva arra tette föl az életét, hogy buddhákat nevel. Az egyszerű fogalmazás kedvéért. Na most az az ábra ott baloldalt lent, ez az a bizonyos dharma csakra, amit említettem. Ugye a dharma az életet jelent, pontosabban az életnek azt a fajta felfogását, amit a Buddha vall és hirdet. A csakra az pedig ugye a testen lévő különböző energiapontok. Hát ezek közül ugye majd erre visszatérek, a legfontosabbak egyike a hatos számú csakra, a harmadik szem. Tessék? Jógában is van meg még egy csomó ilyen. Hadd nem mondjam. Na mindegy.
Végső soron ugye itt az a helyzet, hogy ez egy 8 tengelyű, 8 küldőjű változata a Dharma Csakrának, és ez a 8 helyes utat, a 8 nemes utat jelképezi a 8 küllő. Ez a helyes hit, a helyes törekvések, helyes beszéd, viselkedés, életvitel, helyes erőfeszítések, helyes gondolkodás és a törekvés a meditációra. Na most nem megyek bele, hogy a 24 küllős változat, tehát az Asoka féle Dharma Csakrának mi a 24 küllőjének a jelentősége, az is megvan, csak az már kicsit unalmas is lenne. Ami a címerben van, ugye meg az ászlón, az a 24 küllős. Buddha lábnyoma, ez a lábnyom, hát hogy ez mennyire valódi és mennyire nem, azt ugye elég nehéz lenne bebizonyítani. Ez Gandharában találták az 1. századból. Na most Buddhának a születése az Krisztus előtt 1500 körülre tehető. Tehát ebből le lehet vonni a tanulságot, hogy mennyire valódi ez a lábnyom. Minden esetre a lábnyomot eleve úgy találták, hogy a fölül van a Dharma Csakra, a lábnyomon belül, és alul pedig az úgynevezett triratna, az a 3 pontos jelvény, ugye a tri, ez megint azt bizonyítja, hogy indo-európai nyelv, ugye a hindu. A triratna az pedig Buddhának, a tanításának és az emberi közösségnek a 3-asát jelenti. És hát ez is rajta van a lábnyomán. Ez a Dharma nevű stupa és kolostor. Ez az a hely, ahol Buddha elmondta az első imáját. Úgyhogy ez is az egyik szent helye a buddhizmusnak. A stupáról annyit kell tudni, hogy ez egy olyan fajta kupolás épület, amit a buddhisták nagyon szent épületeknek tartanak, és akkor nyeri el egy építmény a stupa rangot, hogyha Buddhának valamely ereklyéje ott őrzetik, vagy hogy mondjam, tehát ott őriznek egy Buddha ereklyét. Na most tekintettel arra, hogy több tízezer stupa van a világon, ezeknek az ereklyéknek a valódisága nem biztos, hogy minden esetben biztosított. Buddha a nirvána állapotában, ugye ez a parinirvána nevű szobortípus, azt majd meg fogjuk figyelni, hogy minden szobortípusnak van önálló neve, majd említek még néhányat. Ez a Mahaparinirvána temploma Kusinagarban, ami egy indiai Uttar Pradesh államban lévő település, és a híres templom az erről híres. Itt egy aranylepellel van a Buddha bevonva, vagy beborítva. Egy sziklába vált Anakapelle nevű városban város fölött található Buddha szobor, Andhra Pradesh államban van. Elnézést, hogyha az államokat mindig hozzáteszem, mert azért, mert Indiában vannak azonos nevű városok, illetve települések. Tehát van olyan település, ami több államban van. Ugye, ha valaki visszaemlékszik a térképre és megfigyelte, akkor ez az Andhra Pradesh, ez valahol Dél-Közép-Indiában található állam. Ez a buddhizmus legszentebb helye. Na most itt ez azért olyan különös hely, mert ezen a szent helyen világosodott meg a Buddha. Tehát itt jutott el a nirvána állapotába. Ez a Bodh Gaya nevű településen van a Mahabodhi nevű templom. Ez Bihar államban van, tehát ez ilyen kicsit már inkább észak-kelet felé, a Közép-Indiától. És a fa, amely egy fügefa, amely alatt Buddha megvilágosodott, ez a képnek a bal oldalán látható, ott a 2 szerzetes, akik meditálnak azok mögött. Az a kapu, az a fügefa elkerített helyének a bejárata. Na most itt van ez a fügefa, így néz ki, körül van kerítve, és hát ez a buddhizmus legszentebb helye. Na most azt tudni kell, hogy a fügefa az bizonyítottan elélhet 2000 évig is.
Na most, hogy 2500 évig eléle, azt nem tudjuk, de gyakorlatilag nem kizárt, hogy valóban ez alatt a fa alatt világosodott meg a Buddha. Azért mondom mindig, hogy a Buddha, mert a Buddha az egy fogalom. Ajanta. Ez a világ egyik legszebb barlangtemplom komplexuma. Itt 28 buddhista templom van egymás mellett. Egy U alakú szakadékot képzeljenek el, egy szikla, meredek sziklafalakkal ellátott szakadékot, ahova 28 templomot vágtak bele. Hihetetlenül szép templomok, nagyon szépek. Majd mutatok részleteket is, keveset, de azért mutatok. Ugye ez az, ami ott az előadásnak a címlapján szerepelt, ez a fekvő Buddhának a temploma, a 26-os számú templomban. A Buddha itt ebben a, ezen a képen az ellenkező irányból van ábrázolva, mint a felvezető képen volt. Na most az egyik legszebb templom, ez a 16-os számú templom a Ajantában. Ennek a közepén van egy stupa. Tehát tulajdonképpen bent a templomban, bent egy stupa, amelyik Buddha ereklyéket tartalmaz, és hát ez egy nagyon komoly zarándok helye a buddhista vallásúaknak. Festményekkel vannak tele ezek a barlang templomok, és nagyon sok festmény viszonylag éppen megmaradt, de most amit még lehet, azt most már elkezdték restaurálni, úgyhogy valami hihetetlenül csodálatos freskók gyűjteménye jelenik meg egy ilyen összesített kiadványban Indiában, ami hát előkészítés alatt áll állítólag. Na most ugye a buddhizmusra a templomoknál és a stúpáknál tulajdonképpen még jellemzőbb a kolostorok léte. Ez a Poktál nevű kolostor, Zanskar nevű országrészben, amely a Ladakh nevű országrésznek a része, és tulajdonképpen az egyik nagy indiai államnak az egyik szöglete. Ez a Poktál nevű kolostor, ez arról nevezetes, hogy a körösi Csoma Sándor itt fejezte be a tibeti angol szótárnak az elkészítését. Egy másik kolostorban kezdte, a múltkori előadásomban, ha valaki itt volt és emlékszik rá, arról is beszéltem. De itt tulajdonképpen most erről van szó, hogy templomokat és kolostorokat mutatunk be. Ladakhról ugye annyit kell tudni, hogy ez az a szöglete a világnak, ahol még mai napig is van több férjűség. Nem több nejűség, hanem több férjűség. És itt van egy angol nyelvű emléktáblája Körösi Csomának, ugye Alexander Csoma, de Körös néven, úgyhogy nemessé tették Körösi Csomát, aki egyébként nem volt nemesi származású. Ez meg a legszebb kolostor. Ez a Ki nevű kolostor, Himachal Pradesh nevű indiai államban. Hát ez gyakorlatilag már a Himalájának az előhegyei között van, és ez az egyik legszebb völgye a Himalájának. Ez szintén egy zarándok hely, főleg a turisták számára. Tömegével látogatják a turistát, pedig elég nehéz megközelíteni. Na most a stupák. Ugye hát ezek a legnevezetesebb épületek, és sok közöttük a legszebbek közé tartozik. Száncsi nevű városban, településben ott van a legszebb, legismertebb, legrégibb stúpák egyike. Madhya Pradesh nevű államban van, és ez a Krisztus előtti 3. században épült. Na ez az a bizonyos korszak, ahol ez az Asoka nevű nevezetes császáruk uralkodott. Tehát ezt a stúpát abban az időszakban építették. És itt van ennek a stupának az egyik bejárata. De most ez az indiai szobrászatnak az egyik fénykorát jelzi ennek az építménynek a létrehozása. És hát gyakorlatilag nagyon szép, szóval hihetetlen gazdagságú szobor művek találhatók a stupa bejáratán.
Na, jön a baháj vallás, amit sokan még csak szektának hívnak. Pedig, hát most már lassan lehetne a vallásnak is nevezni, 10-11 millió híve van a világon. Indiában vannak a legtöbben, ez olyan 4,5 millió, ma már nem tévedés, itt még a régebbi adatot írtam föl, rohamosan növekszik a számuk. A vallás mindössze másfél száz éves. És most az az érdekessége, hogy egy muszlim ember volt az alapítója, akit ők bábnak hívnak, a báb egyébként kaput jelent. Néhány elve szimpatikus lehet az embereknek. Ugye egyrészt ez egy egyisten hit. A másik dolog, hogy az emberiségnek a teljes egységét vallják bőrszínre és vallásra tekintet nélkül. Az Isten is egységes, tehát tökéletesen mindegy, hogy milyen vallású vagy, az Istened ugyanaz, csak legfeljebb nem tudsz róla. Ez a lényege a vallásnak, és ez az, ami nagyon sokak számára szimpatikus. Egyébként szigorú elvei vannak, böjtöt kell tartani sokszor, a szexuális élet az csak házasságon belül megengedett, alkoholt nem szabad inni, gyógyszert nem szabad szedni, kivéve ha az orvos írja föl, tehát recepthez kötött gyógyszert lehet. Tilos a szerencsejáték, a házasság célja egyáltalán nem feltétlenül a faj fenntartás, hanem az emberek közötti harmóniának a kifejeződése. És nagyon kifejezetten erősen ösztönzik az interracionális házasságot, tehát a különböző bőrszínű emberek közötti házasságot. És a végső célja a bahái vallásnak az emberiség egészére kiterjedő univerzális béke. Na most hát ennek következtében nem csoda, hogy a hívők száma az évi 7-9%-kal növekszik. Pillanatnyilag a legdinamikusabban fejlődő vallás a világon. És van egy gyönyörű templomuk, ez az úgynevezett Lotus templom Delhiben, és arról nevezetes, hogy 4 millió látogatója van. Tehát gyakorlatilag annyi, vagy még egy kicsivel több is, mint ahány bahái hitű ember él Indiában. Egy kicsit olyan zsánerű, ugye, mint a Sydney Operaház. De a tervezője nem ugyanaz. Úgyhogy nem loptak egymásról. Kereszténység. A harmadik legnagyobb vallás, körülbelül 25 millió a keresztények száma Indiában. Kicsit rontja a képet az, hogy ez 14 különböző, hogy is mondjam, csak felekezetre oszlik. Ebből 2 katolikus, 4 református, a többi az evangélikus, vagy szírkeresztény, vagy nagyon sokféle keresztény színezetű vallás van. Hát ez itten a Szent Filoména temploma, Mysore nevű városban. Ennek az az érdekessége, hogy a mysore-i maharadzsa építette föl, akinek semmi köze nem volt a kereszténységhez, de úgy döntött, hogy Indiának szüksége van egy új gótikus templomra, és fölépítette egy gyönyörű templomot. Na most azt nem tudják letagadni, nem is akarják, hogy ez az épület Indiában van. Mert a templom belsőben indiai stílusú szobrok vannak, például Szűz Máriának az ábrázolása az úgy történik, hogy száriban van, tehát indiai viseletben, és így tovább. De gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb keresztény templom. A másik legfontosabb, a keresztnek csak az alja látszik, valaki így csinálta a fotót. Na most a másik legnevezetesebb templom, ez az indiai barokk építészetnek a csodájának tartják. Ez Goában van, na most Goáról annyit kell tudni, hogy ez portugál birtok volt és maradt. Egészen az 1940-es éveknek a legvégéig, több száz éven keresztül portugál birtok volt, egy kis sziget tulajdonképpen Indiában, tengerparti területen, és ez a Bom Jesus nevű templom, ugye Jesus azért, mert portugálul van a név, és azt jelenti, hogy jó Jézus a templom. És hát sokan ezt is India egyik legszebb templomának tartják. A belseje az a szokásos spanyol és portugál baroknak a agyoncizellát, agyondíszített és aranyjal zsúfolt díszítés.
Na, hinduizmus, ugye elérkeztünk a lényeghez. Gyakorlatilag ugye a 890 millió az a minimális létszám, de nem nagyon lehet megszámolni őket, mert ha vicces lennék, azt mondanám, hogy állandóan mozognak, de nem azért, hanem azért, mert nagyon-nagyon sokan vannak. És olyan szegény területeken is, ahol a népszámlálás azért még nem az igazán fejlett. Na most, ami érdekes a hinduizmusban, az a hindu panteon, tehát az isteneknek az összessége, ami területenként is változik, és időben is változik egy kicsit. Na most ennek következtében India teljes területén több száz istene van a hinduizmusnak. Ezek közül azért persze kiemelkedik a Trimurti, ez az indiai szent háromság. Ugye hát ebből a Bráma a teremtő, Vishnu a fenntartó isten, és a Shiva a pusztító. Na most mindegyiküknek a felesége is nagyon komoly szerepet játszik a hindu mitológiában. Sarasvati, a Bráma felesége, tehát a teremtő istennek a felesége, az a bölcsesség, a tudományok és a művészeteknek az istennője egyben. Na most Vishnu, a csodálatos szépségű Lakshmi a felesége, aki tulajdonképpen a szerencse istennője. Itt a Ramayana eposzra utalnék, majd esetleg később egy pár szót mondok róla. Shiva, a pusztító istennek a felesége, az többféle alakban jelenik meg. És itt jönnek szóba az avatárok, ugye a megjelenési formái az egyes isteneknek. Shivának a Durga állapotú felesége, az a pusztító. A Parvati az az odaadó hitves. És a Yuma, ami hát tulajdonképpen ez angolosan Yuma, ők Umának mondják, bocsánat, ő tulajdonképpen a háztartás feleség. Tehát ő ugyanaz a személy többféle megjelenési formában, sőt, Káli is tulajdonképpen ide tartozik, majd azt visszatérek, ő meg a Parvatinak az egyik avatárja, hogy nagyon egyszerű legyen a világ. Ugye a Káli az a legsötétebb gyilkos halálkultusznak az istennője, ugyanakkor meg a szerelem istennője is, ami hát kicsit keveri a dolgokat. Na most az avatároknak van nagyon nagy jelentősége, ez az isteneknek a megjelenési formája. Vishnu esetében van a legtöbb avatár, ott 10 avatárról szoktak mesélni. Hát ebből az egyik az a Ráma király, illetve királyfi, aki a Ramayanának a főhőse, és a Krishna. Ugye a Krishna tudatú hívők révén ez egy önálló vallássá vált, pedig Vishnunak mindössze az egyik megjelenési formájáról van szó. Na, aztán vannak az állatformájú istenek. Ganesha, az az elefántfejű isten, akinek a létrejötte úgy történt, hogy Shiva dühében lefejezte az egyik fiát, aztán megbánta ezt a tettét, és vissza akarta rakatni a fiúnak a fejét, csak a szolgák összekeverték, és véletlenül egy elefánt fejet raktak rá. Akinek a Ganesának azért lesz majd jelentősége a későbbiekben is. Na most Hanumán a híres majomisten. Innen van az, hogy a szentekként tisztelik a majmokat Indiában még a mai napig is. Garuda, ő egy madár, ő az, aki hordozza a Visnut és a feleségét. És van a Nandi nevű szent bika, aki viszont a Siváéknak a hordozója. Tehát ezekről majd mindegyikről egy-egy szót ejtek még a későbbiekben. Na most, hogy ne legyen olyan egyszerű az ábra, még élnek és tisztelik a védikus isteneket is, tehát amikor a indoárják bevándoroltak Indiába, meghódították Indiát, akkor hoztak magukkal egy csomó istenséget. Na most ezeket a mai napig is tisztelik a hindu alapvető istenek mellett, úgyhogy nagyon sok dolga van egy igazi hindu hívőnek. Ezek a védikus istenek közül talán az Indra nevét ismerik a legtöbben, ő az Isten király, és mellesleg a vihar istene, akkor Varuna a vízistene, Agni a tűz, Surya és Chandra az a nap és a hold, tehát tulajdonképpen mindegyiküknek saját templomaik vannak. Úgyhogy nem csoda, hogy több tízezer templom van Indiában. Na most hát itt gyakorlatilag a
Világon a hinduizmus ez a harmadik legnagyobb vallás, ugye a kereszténység és a muszlim vallás után. Na most egy Istent mutatok csak be a számtalan közül, hát ez Káli. Ugye a legpusztítóbb Isten az összes közül, és hát ezt Kelet-Indiában, Kalkutta környékén tisztelik a legjobban. Hát ő 10 karú és 10 lábú Isten, és mindegyik karjában egy-egy fegyver van, és általában úgy ábrázolják, amint egy halott emberen tapos, és az egyik kezében vagy karjában egy levágott emberfej van. Na most el lehet képzelni, hogy azt, aki ezt komolyan tiszteli és komolyan hisz benne, az micsoda pánikban élhet gyakorlatilag. Tehát nem irigylem a hívőiket.